A brit kongresszuson szerintem óriási előadók vannak, és nagyon, nagyon klassz szakmaiság van az esztétikai részen, az endó részen és az implantológia részen, ami nekem egyébként érdeklődési területem, illetve a prevenciós kongresszus is azt gondolom, hogy olyan magas szintű, amit kevés kongresszus mondhat magáénak. Tóth György doktor vagyok, Budapesten vagyok fogorvos, implantológiával és esztétikai fogászattal foglalkozom döntően. Ezen az Upgrade kongresszuson pedig dohányzási ártam csökkentéssel kapcsolatos előadást tartottam. Fontosnak tartom a magas szakmai színvonalon, ami egyébként ezt a rendezvényt jellemzi, azt a fajta társadalmi felelősségvállalást, ami egyébként a szakmai programon kívül is jelentős és jellemző, hogy a dohányzási ártalomcsökkentéssel is foglalkozunk a prevenció tárgykörében. Szakemberként azt adhatjuk tovább, hogy ez a fajta életmód és életforma, ami egyébként a szájápolással kapcsolatos, ez túlmutat azon, hogy csak a szájápolás, hanem a dohányzás és annak a veszélyessége, erővaló leszoktatás, a leszoktatásnak a lépései, az ártalomcsökkentés, akár hevített dohánytermékeknél, hogyan tudja befolyásolni azt az ártalomcsökkentést, azt a százalékos akár rákockázatot, ami szerintem az életünk folyamán jellemző. Sokszor voltam már Dental World-on is, illetve a Upgrade kongresszuson is. Az Upgrade kongresszusnak az a fő varázsa, hogy azzal, hogy kisebb egyébként, kisebb kongresszus, hát kicsit családiasabb a maga a kongresszus, mint mondjuk egy Dental World, megtartotta azt a fajta magas szakmaiságot, amit egyébként elvárunk, hogy megkapjunk. Ezek a kongresszusok segítenek abban, hogy szakmailag magas szinten tudjuk magunkat tartani, megismerjünk olyan újdonságokat és olyan professzionális kezelési lehetőségeket, amik egyébként fontosak a szakma szempontjából, illetve találkozunk olyan kollégákkal, akiket szívesen látunk egyébként. A brit kongresszuson szerintem óriási előadók vannak, és nagyon, nagyon klassz szakmaiság van az esztétikai részen, az endó részen és az implantológia részen, ami nekem egyébként érdeklődési területem, illetve a prevenciós kongresszus is azt gondolom, hogy olyan magas szintű, amit kevés kongresszus mondhat magáénak. Az októberi Dental World kongresszust azért ajánlom, mert a magas szakmaiság mellett fog kapni egy olyan társadalmi programot, egy olyan lehetőséget, amikor a kollégákkal találkozhat, ezen kívül pedig a prevencióval is fogunk foglalkozni.